Sziasztok, gamerek! Én Flatpak vagyok, és köszöntök mindenkit a DSP, a Dyson Sphere program második évadjának tulajdonképpen az első részében. Mindenképpen terveztem azt, hogy visszatérek ehhez a játékhoz. Ugye volt egy nagyjából 20-22 részes sorozat valamikor január-február környékén, akkor az alapokat azt megnéztük, de azóta rengeteg újdonság jött a játékba, és szerintem itt az ideje, hogy újra megnézzük és elővegyük. Többek között az első újítás, ez a Milky Way, a tejútrendszer. Itt meg tudjuk nézni azt, hogy az adott seeden játszó játékosok, majd többek között mi is, hol helyezkedünk el a leaderboardon. Igazából nem más ez, mint egy ilyen összevetés a több játékossal, hogy ki hol tart, és kinek milyen achievementjei elérése vannak itt ezen a naprendszeren belül, tejútrendszeren belül. Bármerre viszem az egeret, mindenféle új clusterek és seedek jönnek szembe, ezek mindig és mindenhol egy-egy játékosnak a bolygója, galaxisa. Egy ilyet fogunk most mi is csinálni, és hogyha van kedvetek, akkor csinálhatjuk együtt. Megadom ezt a seedet lent a leírásban, és mondják, akkor kiderül, melyik lesz. És hogyha ti is beírtok, akkor egy seeden belül fogunk versengeni. A magasabb kockaszám elér, azt hiszem a kockaszám elérést néz, termelést. Hát nem tudom, legyen egy random seed. Jó lenne olyat találni, ahol a fekete lyuk itt van, és a neutron csillag, hát valahogy összekötetésben lenne a bolygókkal, hogy ne kelljen nagyon sokat ugrálni, úgyhogy itt például itt ez a fekete lyuk, ez egészen közel is van hozzám, nagyon jó. A neutron csillagot most hirtelen nem látom. Azt talán itt van, igen, ez a pici. Hát ez sincs annyira messze, úgyhogy ez egy jó seednek ígérkezik. Hát akkor ezt a 64, 68, 26, 36, ezt beírom a leírásba, és akkor együtt tudunk majd nyomulni. Megnézzük, hogy a bolygónk körül mik lesznek elsősorban. És egy picikét most máshogy fogom ezt a sorozatot csinálni. Nem lesz fél órás hosszúság, ugyanis rengeteg időt igényel ez a játék. És lesznek benne olyan uncsibb, vagy éppen nem annyira érdekes részek, amiket szeretnék átugrani. Ezt meg kell, hogy várjam. A múltkor is esen elhűltem tőle ettől a látványtól, ezen a nap körül. Szóval lesznek benne átugrások, és alapvetően nem egy félórás részre lesz lebontva, hanem egy ilyen 15-20, maximum 25 perces, de az már tényleg maximum epizód részekre. És akkor igazából csak az érdekesebb részek lesznek benne, az uncsikat, azokat átugorjuk. Azt mondja, hogy ott van egy gázóriásunk, hogy ott van a kezdőbolygó. Itt, ha jól látom, akkor ez egy ilyen hivatagos térkép lesz. És majd mindjárt megnézzük azt, hogy van-e még itt valami. Ott van még egy ilyen vulkanikus bolygó. Ez tök jó, hogy ez egy ilyen közel van. Valószínűleg titánium itt lesz bőséggel. Igazából ilyen nagyjából 10 AU. Még annyi sem távolságra van a két bolygó egymástól, plusz ugye a gázóriás. És akkor azt mondja, hogy ha jól láttam, akkor Almaisan lesz a galaxisunknak a neve, ennek a bolygórendszernek. És ugye most mindjárt landolunk, gyorsan felszedjük ezt az érkező kapszulát, abból kinyerünk, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 deutérium cellát, ez tökéletesen elegendő lesz az üzemanyagra. De én szokás szerint nem szoktam ezt mind belepakolni egyből Osmóba, vagy pontosabban Ikaruza, bocsánat, hanem ezt meghagyom ínségesebb időkre, és itt most, ha jól látom, akkor van 50 ezer réz, és valamennyi kevesebb vas, de ez a kezdése teljesen elegendő lesz, és ezeket a fákat, leveleket szoktam belepakolni Ikaruzba. Ebből gyorsan-gyorsan föl is szedek igazából azt mind, ami itt van. Addig nem is nagyon csinálok semmit. Ezt most eltoltam. És szedünk valamennyi üzemanyagot, aztán elkezdünk itt vasat, rezet meg követ kiszedni, és nekilátunk a hub megépítésének. Ugye ott lesznek azok a lokalizáltan gyártott cuccok, amik igazából mindennek az alapja. Fogaskerék,
nyáklap, mágnes és mindenféle épület. Úgyhogy gyorsan kipucolom a placot, és akkor elkezdünk mindenféléket bányázgatni. Most, hogy tiszta a terep, pont kezd lemenni a nap, nem sokat fogunk látni, de gyorsan menjünk is át ilyen térképnézetbe. Ugye most még nincs meg az a technológia, amivel megtudjuk azt, hogy melyik nyersanyag mezőben mennyi áll rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy ami itt van, vas, illetve réz, arra tökéletesen elegendő lesz, hogy megépítsük az első, nem tudom, 10, 12, 15 kemencét, hozzá a gyártógépeket, illetve a bányagépeket, és utána akkor elmegyünk egy olyan helyre, ahol viszonylag nagyobb kiterjedésű ércek vannak, meg olaj a közelben, és akkor ott húzzuk fel az elsődleges bázist. Szerintem itt igazából tényleg addig maradhatunk, itt maradt egy levél. Dősen, de be is pakoltam az összes fát, még mindent, amit felszedtünk, ez egy jó 10 percig körülbelül elegendő lesz, már föl is ment majdnem maximumra az energiánk. És amíg itt ezt pucoltam, gyorsan el is végeztem az elektromágneses kutatást, most már van bányagép, illetve áramgeneráló. Kezdjük következőnek szalagokat, utána akkor a kemencét, illetve az összeszerelőgépet, valamint mehetnek a kék kockák is. És akkor ugye ehhez kézbe kell csinálni itt fogaskereket, illetve nyáklapot. Azt mondja, hogy ebből már is tudok valamennyit készíteni, hogyha ugye veszek föl ércet, és nekem 10 darab kell. És csináljuk. Illetve a nyáklaphoz is kell, az a pont 10 darab elegendő is lesz. Még felszedünk egy legalább 20-30 vasat, utána átmegyünk a részhez. Ugye mind a kettő kell a mágnes lemezhez. Az pedig majd a későbbi kutatásokhoz szükséges. Megvárjuk akkor még ezt a pár darabot. Most már akkor lehet még 2, illetve 3 bányógépet csinálni. Akkor le is tehetjük az elsőt. Ha megtalálom, itt van 2. Az egyik jön, hát lehetőség szerint úgy, hogy elérjük mindegyiket, mind a 6-ot. Ugye most a shift-tel forgattam az épületet. Itt is a gombok. Akkor a másikat azt meg ide a részhez. Ha jól emlékszem, akkor az első olyan funkció, ami ma bejött a játékba, az a másolás. A vasat akarom kijelölni. És ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk csinálni, jó, köszönöm. Ahhoz akkor ugye ki kell jelölni azt, hogy mit szeretnénk másoltatni. Hát és lehet, hogy akkor most az egyszerűség kedvéért ide fogom kihúzni a másik oldal, ugye ez még csak idegenes bázis. Kerül ráhúzni? Már igen. És akkor elvileg ugye a shift másolással ide meg tudjuk építeni, és ha húzom, akkor éppen annyit fog lerakni, amennyit szeretnék. Hát ez a három erre a vas lemezre még bőven elegendő lesz. Meg lett közben a következő turbina. Már csak ilyen ólokat kéne tenni, ezt szerintem ide átrakom erre a távolságra. Itt elérünk elvileg mindenkit. Okay. És akkor, ha minden igaz, akkor kell már lennie egy darab raktárnak is, nem? Az még nem készült el. Akkor jöjjön az következőnek. Elméletileg itt kéne lenni a logisztikai rendszernél, és nem is kaptam belőle, ez felháborító, akkor képíteni kell egyet. Kell akkor vas. Jöjjön 2. Ugye a kőtigla is készül, az itt fölvett kövekből lesz majd annyi. És akkor ne felejtsünk el tenni ilyen póznákat sem. Egy kicsit most megtámogattam az áramtermelést, most már egészen egészséges áramtermelés van, ez biztos, hogy el fogja bírni a rezet is, hogyha elkészül. Már csak erre a sorterre várok, amit utoljára tettem be, hogy ide be tudjuk szedni a vasat, a fémet, vaslemezt. Addig akkor itt kézzel veszem ki, illetve innen is a rézércet. Akkor egy olyan 50 valamennyit kéne készíteni ebből a szalagból, ami bőven elég lesz ide a rezes bányák, ez a kemencék meghajtásához. És nem maradt kemencém sem, egy sem. Kell akkor egy 3 darab.
Na, még egy jó pár szalagra várunk, akkor addig megvan az összeszerelőgép, ebben is kezdhetünk már csinálni fogaskereket. Simán csak át kell húzni. Hát akkor most a bitteni dolog kedvéért, ugye ezt nem pakoljuk ide ki a storage-be, hanem bele ebbe a gépbe. Ugye el is kezd indulni a fogaskerék termelésünk is. Aztán majd az a kettő jön ládába. Bár hát ugye ládába sem érdemes most még az elején gyűjteni őket, mert amit itt lesz, az úgyis felhasználom, illetve felszedem, ez nem a végleges helyünk lesz. Azt is megtehettem volna igazából, hogy ugye felszedem a droppodot, és egyből elgyaloglok egy olyan helyre, amit jónak ítélek meg. De hát most mindegy, ez így marad. Szóval akkor azt mondja, megvan a kemence, ha minden igaz, megvan a három, akkor hozzuk hagyományos módszerrel. Ez a három több, mint elegendő, igazából egy is elegendő volna. Ennek akkor még áram kell. Ugye nem kell annyi réz az elején, mint amennyi vas. Ugye így van a faktórióban is, sokkal több vasra van szükségünk az elején, mint rézre. Igazából nincs más teendőnk, csak ott tartunk kutatásra, ugye meglett az összes, amit beraktam, ehhez már kék mátrix kell. Igen, itt ez is már kék mátrixos, ez pedig hagyományos, ezt megcsinálhatjuk, jó. Újítás ugye, hogy most már van tervrajzkönyv a játékban, azt is most már itt lehet kikutatni. 100 nyáklappal, aztán pedig majd kockákkal. És érdekesség, hogy az első kutatás meglétekor csak 60 egységet tudunk lemásolni, vagy hát könyvtárba foglalni, és ebben a 60 facility-ben benne van a szalag, a sorter, meg minden egyéb, tehát egy igazán kicsi cuccot lehet csak lemásolni, hát könyvbe tenni, hogy érdemes minél hamarabb megcsinálni a maximumot, bár hát persze az kockától is függ. Szóval azt hagyjuk itt egy kicsit futni, akkor menjenek meg a konténerek, és akkor meg kéne azt néznünk, na csak nem jövök jó helyre, hogy hol van akkor egy olyan kiterjedésű vas és rézlelőhely. Lehetőleg nem a pólusoknál, hanem itt középtájon az egyenlítőnél, illetve ahol van olaj, hogy el lehessen kezdeni a főbázis építést. Van olaj egész szép számmal, összesen 6000 egység per másodperc, az egészen jó. Viszont vasat sehol se látok, itt van egy majdnem félmilliós. És rezet kéne még itt keresni. Ugye az északi pólus. Itt van vas is, meg réz is egymás mellett, sőt két nagy vasmező. Ez itt igazából nincs is annyira messze tőlem, ez itt tök jó. Az olaj az picit van egy 3000-es. Na jó, akkor lehet, hogy nem is kell olyan messzire menni, csak simán ide föl északra. Ebből markoljuk is fel a század gyorsan, indulna a kutatás. Úgyhogy akkor ezt hagyom itt pörgetni. Esetleg kivehetek még valamennyi vasat. Tehát mindet. Illetve fogaskereket is. Ez sem ártana mondjuk ládába szedni. És akkor kezdjünk el, hát egy, nem tudom, egy 10 kemencét készíteni. Összeszerelőgépből is egy 10-et, talagból milliót, és sorterekből is, amit csak lehet. Jöjjön az összes mindenség, ami itt van. Van is már egy laboratóriumunk, de ezt most még nem ide fogom lepakolni, ezt még megvárjuk, közben után töltjük az üzemanyagot. És akkor ide fölbatyogok, és elkezdek bányagépeket lepakolni. Hát ez a három az teljesen jó lesz a vashoz, meg a részhez. Repülni még nem tudunk, az nincs kikutatva. Itt van szén is, nagyszerű, de meg lehet építeni majd a szénhajtású erőműveket. De akkor ez egy félmilliós, majdnem félmilliós. Ez itt a majdnem fél, hát az is csak 400-es. Szóval ide akkor mehet a két bányagép. A lehetőség szerint a lehető legtöbbet el kéne vele érni.
De hát, hogyha megvan a 6, már pedig most megvan, akkor az, az teljesen egészséges. Ugye hiszem, hogy a kis első szalag az ilyen 6 hercből tudja megtelíteni a szalagot. Csak úgy, mint hasonló, mint faktórióban, inkább így mondom. És akkor ezt össze kéne hozni, majd ha lesz a elég szalagom, egy közös pályára, és ide akkor meg is csinálni a égető sort. Hogy vagyunk a pólussal? Vagyunk. Akkor nagyjából így kell tenni ezeket a kemencéket. Most, hogy még nincsen beton, tehát próbálom azt belőni, hogy hol lesz majd a hubom, ez a gyártósor, ahol mindent legyártok, de ez itt egy egészen jó hely hozzá. Ja, akkor az a vas kitermelés, ha itt megy, az jó, a rész picivel fölötte, ez így szerintem teljesen oké. Megvan akkor a 10 darab assembling machine, ezt már le is helyezhetjük, valahogy elfér mind a 10. Akkor az elsőben fog készülni szalag, másodikban sorter, harmadikban az összeszerelőgép, aztán minden tovább. Jöhetnek a bányagépek, kemencék, raktár, és én azt gondolom, hogy egyelőre ennyi elég, ugye még maradt itt 2 összeszerelőgép, lerakom csak, hogy foglalja a helyet, és az egyébe fogok majd csinálni motort, ha elkészül, lehet, hogy 2-ben, és innen fogunk majd tovább haladni. A laboratórium pedig majd valahogy a sor végére fog érkezni, és akkor ezt úgy is kéne megcsinálni, hogy itt 2 szalagon fog bejönni a nyáklap és a mágnes, a másik 3 a vaslemez, fogaskerék, és azt hiszem, hogy kőtégla, talán, de azt mondja, megnézzük, ezen pedig ezen a 3-on. Egyelőre csak így húzom mutatóba. Ide kell akkor a vaslemez, fogaskerék, és ez egyébként pont lehet, hogy jól is fog kijönni, mert ugye a vaslemez, fogaskerék innen a távolabbiból fog felkanyarodni, a mágnes meg a réz, az pedig ide a közelebbihez. Akkor kezdjük el húzogatni, és lehet, hogy kell még nagyon sok alag, a 83 tuti nem lesz elég. Na hát még itt van ebből a Production Cube-ból egy jó 3 percnyi termelés, úgyhogy rengeteg sortert, illetve szalagot kezdtem most el készíteni, illetve szélturbinákat. Akkor amíg ez megy, addig akkor húzzuk be a szalagot mindenhova, és kezdjük el megtervezni azt, hogy mit és hogyan szeretnénk. És akkor már is itt a végéről ezt a 2 assemblert, ezt visszatörlöm. Ezek pont jók lesznek a fogaskerékre, illetve a mágnes tekercsre. Azt mondja, hogy nagyjából akkor itt fog jönni egy darab gép, ez akkor készíti nekünk a fogaskereket. Úgy tapasztaltam, hogy egy darab ide szintén elég, nem kell itt 2-vel menni. És akkor ez a vaslemez, illetve a fogaskerekes sáv fog fölérkezni. Ugye ide, hogy mondtuk. Azt hiszem ide. Következőnek akkor a vaslemez. Oké. Okay. Akkor jöhet a réz. Illetem, hogy itt egy darab bányagép van, de ez több, mint elegendő lesz erre a 4 kemencére. Ezt le is fog itt 8, sőt, hát több, 9 mezőt. Na hát valamennyire kezdenek a drónok magukhoz térni, de úgy látszik, amíg itt van feladat, addig nem állnak le, és a töltés nem teljesen működik, de semmi gond, mert nem lassulunk le. Szóval van akkor most már egy értelmes vaslemez termelésünk, de még hiányzik egy pár sorter. Nem mintha számítana, mert ez a 4 is több mint elegendő lesz. Illetve hát, hogyha meg is telnek a raktárak, ugye akkor itt totál felesleges, hogy várják ez a termelés. Akkor van vaslemez, van fogaskerék. Ide bejön akkor most már a mágneslemezhez a mágnes, amit akkor még gyorsan el kéne kezdeni csinálni. Hát is látszik, hogy milyen elégetett ezzel a játékkal. Nem is ez készíti a mágnest, hanem ugye a kemence. Úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni,
hogy ez a kettő, ez nem vaslemezt készít, hanem a mágnest. A mágnest, ezt egy külső szalagra tesszük ki. Méghozzá... ide, és akkor igazából ennek a szalagnak itt nincs is tovább értelme. Valahogy úgy emlékeztem, hogy ezt is a assembler készíti. Egészen eddig így, ha jövünk, az úgy szuper. Akkor ez a két sorter sem jó helyen van. Az egyik szerelő akkor ide jön. Itt készül a mágnes. Legények olyan lassan építenek, hogy az valami hihetetlen. Akkor az elkészült mágnest, azt itt fogjuk visszahozni. És akkor még egy gép kell. Az pedig akkor ezt a réz lemezt, illetve a vaslemezt fedi be, és abból lesz a nyáklap. Egyszerű. Csak gondolom, elméletileg minden, ami ezekhez kell, az már most érkezik. Ugye még itt a kőtégla az, ami kellene. De akkor azt mondja, hogy a utolsó sávon meg is hozzuk. Akkor hosszabbítsuk ki a nyáklapot, illetve a mágnest körülbelül eddig. Itt fog ugye jönni majd a Matrix labor. A vast és a fogaskereket szintén. Ennyi alag van elvileg kell, hogy készüljön. Betettem egy jó párat a sorba. Jó, akkor megint csak itt kicsit megvárom, amíg ezek a drónok itt befejezik a dolgokat. Aztán elkezdünk még gyorsan kékkel kutatni, utána lezárjuk ezt a mai részt. Most már nem sok van hátra, közben este is lett. Már csak ennyi szagot kellett tenniük a drónoknak. És akkor menjünk sorba, nézzük meg, hogy mihez mi kell, aztán csak behúzogatjuk szorterekkel. Ugye de vaslemez fogaskerék, ez nagyon egyszerű. És a másik oldalra ki is tesszük egy raktárba a kész cuccot. Igazából ezt már le is tehetném most mindegyikhez. Csak hogy adjunk még a drónoknak egy kis munkát, alig dolgoztak még ma. És szintén zenész, itt a vaslemez ugye adott, akkor ezt még itt tovább kell hozzuk, és ez egy darab szorterem marad, de semmi baj most már, mert ugye készítjük ide a gépbe, illetve a raktárba. És hogyha most itt esetleg fokhíjasan jönnek a dolgok, nem baj, mert ugye ezek előbb-utóbb megtelnek, és akkor meg, hát ugye nem baj, hogyha annyira kevés jön. Itt a maradék részre jöjjön a három darab laboratórium, mert igazából kétszer három kéne. Egyik, ami készíti, ugye elsőre három magas lehet a laboratórium. Egyik, ami készíti a kockát, ehhez kell akkor a nyáklap, illetve a mágnestekercs. És akkor gyorsan még lekraftolunk hármat, tehát akkor csak egyet, ami kéne kő. Nem is ide kéne tennem. De a másik oldaladok ott meg van egy szélturbina, ezt elköltöztetjük. Kettő bőven elegendő lesz átszedésre. Akkor ezt az egyik, illetve a leszedett félturmát ide átpakoljuk, hogy legyen három. Azok még ott nem kapnak. Most már igen. Akkor ezt pedig átállítjuk a társra. És akkor már csak ki kell választanunk valamit, amit szeretnénk. Hát ezt mindenképpen elsőként láthassuk, hogy mi van a bolygónkon. És akkor utána pedig jöjjön a motor. Majd az összes mindenség többi tartályok. És utána a következőnek pedig fejlett logisztika. Egyelőre ez így
Ez így megvan, ez sikerült is, nagyszerű. Jó, akkor egye, ezek mennek. Szépen lassan, ugye itt az a probléma, hogy a vaslemez pont a legtávolabb van, és abból kell kettő, úgyhogy ezt így kézzel beadom, akkor gyorsabban jön a cucc, esetleg egy második, illetve egy harmadik sortert még ide betehetünk, hogy gyorsabban jön a vaslemez. Ez lehetőleg megoldja a problémákat, és szerintem ez egy első részre tökéletesen megfelelő is lesz. Innen fogjuk akkor folytatni a következőben. Kutatunk még egy-két dolgot, acélt, betont, stb. És meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Szerintem olajat még egyőre nem tudunk, az lehet, hogy egy későbbi résznek a tartalma lesz. Úgy emlékszem, hogy ez picit később volt, de akkor amiként lesznek következő, akkor azokat megcsináljuk, és onnan megyünk majd szintén tovább. Remélem az a rész jó volt, az újrakezdésnek mindenki nagyon örül. Ha igen, így volt, akkor gyorsan egy lájkot, és jöjjek vissza a következő részre is. Sziasztok!